mesterségesen is előidézhető olyan természetes folyamat, amely optimális feltételeket teremt egy jól működő ökoszisztémának. Napjainkban az erdő használat szükségessége és mikéntje égetően fontos kérdéssé vált. Az erdő meghatározó gazdasági értéket képvisel, mint nyersanyagforrás és megújuló zöld energia. A legnagyobb kihívás az erdők gazdasági, szociális és ökológiai hármas szerepének egyensúlyban tartása, ami alapos ismereteket és tudást igényel. Mindez megvalósítható egy fenntartható gazdálkodás segítségével. Ennek szellemében a lehető leghatékonyabban kell feldolgozni az ökonómiai és ökológiai szempontok szerint kitermelhető fa nyersanyag mennyiséget. Nagyobb gazdasági haszon a helyi közösségnek, ha az alapanyagot az ottani szakemberek dolgozzák fel, és kész termékként kerül ki a piacra, ugyanakkor egy exportáló cég az erdő tulajdonosnak többet ajánlhat. Mindemellett számos szolgáltatást és értéket nyújthat az erdő, csak ki kell lépnünk a megszokott sablonos gondolkodásból, hogy észrevegyük ezeket. Sétánkon jusson eszünkbe, hogy a vadak is elbambulnak. Nem törvényszerű, hogy ők veszik észre az embert hamarabb. Az erdőben, a csenderesben járjunk figyelmesen. Ahol sűrű fenyőerdő állt, ma csalitos található. Az ilyen élhető helyekre gyűlnek a vadak, mert mindent megtalálnak, amire szükségük van a túléléshez. Egy vágtér, amit helyileg úgy is hívnak, felnövés, mert hogy nem maradt kopaszon. Ha a tarvágást követő egy éven belül megtörténik a csemeteültetés, akkor megakadályozható a talaj erodálódása. Az ide ültetett jegényefenyők megkötik a talaj felső rétegeit, amiket az esőzések nem moshatnak el. Az első években a gondozás alá vett területekre lágyszárúak telepednek meg, amelyek gyorsan növő és rövid életű növényfajok, amiket majd felváltanak a nagyobb méretű, több éves fásszárúak, cserjék, majd pionír fafajok társulása. Az addig nagy szálerdő helyett egy kedvező, bozótos, málnás, szedres sűrűség lesz. Így alakulnak ki az állatvilág számára fontos élőhelyek. A változatos növényvilág búvóhelyeket és élelemforrásokban gazdag táplálkozó helyeket biztosít az állatok számára. Téli időszakban nélkülözhetetlenné válnak a lombhullató fajok tápanyagban gazdag rüjei és a különböző cserjék megmaradt levelei. A faji diverzitás nő, mind az állatok, mind pedig a növények esetében annak az emberi tevékenységnek köszönhetően, amely a természetes körülmények visszaállását elősegítette ezen a kis területen. Az ízelt lábú fajok közt szép számmal vannak jelen a kaszáspókok, melyeknek csak egy pár szemük van. A pókok, mint például a csodás pók, amely tojásait jól becsomagolva maga alatt hordja, farkaspók és az ugrópók, amelyet a két nagy középső szeméről lehet felismerni. A fekete-sárga karolópók nösténye egy táplálkozásra alkalmas, háborítatlan helyet keres. A viráglakó karolópók hatékonyan beleolvad a környezetébe, feltéve, hogy jól választja meg azt. Egy csodálatos világ, amely könnyen tönkretehető, mert roppant sérülékeny. Elpusztulhat, mielőtt felfedezhetnénk, megismerhetnénk és megszerethetnénk.
De közben minden irányból jövő hangokra is figyelni kell, mert ezek fontos információkkal szolgálnak a jelenlévő fajokról. Két fiatal medvebocs. Anyjuk védelme nélkül felettébb elővigyázatosak. Nem akarnak mást, mint élelmet, ezért képesek akár így a reggeli órákban is mutatkozni a biztonságot nyújtó erdő rejtekétől távol. Ami nekünk csemege, az a medvék számára fontos alapélelem. Ez jusson eszünkbe, amikor hangos rikoltozásokkal igyekszünk kihajtani a vadat a málnásból, szedresből, áfonyásból, vagy amikor erdei gyümölcsöt vásárolunk. Ebben az időszakban dől el, hol fognak élni. Ha innen kizavarják őket, akkor nem marad más, mint a legközelebbi település környékén található szemétdombok. Ennek a két bocsnak a málnás és a környező erdő jelenti az egész világot. Itt mindent csak is az ember hozzáállásán múlik. Az út teljesen jó állapotban van. Mivel a kitermelt faanyag mennyisége nem volt nagy, ezért az elszállítás megtörtént, mielőtt az erodálódás elkezdődhetett volna. A nehéz gépeknek nem volt idejük kifejteni negatív hatásukat rá. Ez az út lehet az egyik oka a juhok jelenlétének, holott már a régi falu törvények és a jelenlegi erdőgazdálkodási törvények is tiltják mindenféle tenyésztett állat legeltetését az ilyen környezetben. A házi állatok konkurenciát jelentenek a vadak számára. Mennyiségi és minőségi kártételük számottevő a táplálékban és a csemetékben egyaránt. Az őssuta és az őszbak már keresik egymás társaságát. Lassan elérkezik a párzási időszak. Az őzek is fogyasztják a málnát, igaz, nem ez az ő fő táplálékuk, de fontos kiegészítő, ezért vállalják a kockázatot, hogy akár ragadozók áldozatául essenek. A délelőtt látott két medvebocs most éppen felderítést tart. Mielőtt nekifognak az esti táplálkozásnak, megbizonyosodnak arról, hogy nincsenek veszélyben. Fiatal korukban nem csak az emberektől kell tartaniuk, hanem a kifejlett hímektől is. A medvéknél, mivel csúcsragadozók, a populáció szabályozást a jól megtermett hímmedvék végzik, és pedig nem túl szimpatikus módon. Megölik azokat a bocsokat, amelyek nem tudnak ösztönösen megmenekülni, vagy amelyeket az anyjuk nem képes megvédeni. Ez lehet az alapja egy előrehozott párzásnak, amikor a nősténnyel együtt sikeresen tovább örökítik génjeiket. A falu szélről felhallatszó esküvői mulatós ellenére egész éjjel lesz itt mozgás. Azért jönnek ilyenkorán a fiatal medvék, hogy megelőzzék a szürkületben érkező kifejlett egyedeket. Hogy megfigyelhessem őket, felmászok egy körülbelül 4 méter magas fára. Ez többnyire biztonságérzetet ad. Így nem zavarom a vadakat, viszont mellőznöm kell a felvételek esztétikai felépítésének szépségét, ugyanis a megörökített állat úgy mutat, mintha bele lenne nyomva a földbe.
kora esti felvételek az erdő széléről készültek. Zajlik az éjszakai élet körülöttem. Az emlős fajok szívesebben mozognak éjjel, mint napközben, mert ilyenkor kevesebb az esély, hogy emberrel találkozzanak. Még szerencse, hogy az ember éjszaka szívesebben alszik, tévézik, vagy saját fajtársaival szórakozik, mint hogy az erdőben barangolva őket zargassa. A reggeli napfényben fürdőzve szárítja le szárnyairól a harmatot a fecskefarkú lepke és a hozzá nagyon hasonló kardos lepke. Ha a természetbe indulunk, mindenképp vigyünk magunkkal növény- és állathatározót, mert egyes fajok a megszólalásig hasonlítanak egymásra. Megkülönböztetésükkel fejleszthetjük a megfigyelő képességünket, és bővítjük tudásunkat. Ezek által kerülhetünk csak közelebb a természethez. Mivel melegnek ígérkezik a mai nap, a málnás körüli erdőben tekergek, kihasználva a fenyvesek frissítő hűvösét. A filmes, ha a hőgutát kap a perzselő napon, elalél, s mire észbe kaphatna, már nagy valószínűséggel rég felfalta egy éhes vérmókus. Kár lenne. Ganajtúró. Vagy jön valahonnan, vagy megy valahová, vagy visz valamit. A ganajtúró útjai kifürkészhetetlenek. Itt megtalálható a ritka turbánlilium és a teleki virág, amit egy botanász, gróf Teleki Sámuelről nevezett el. Enyves zsája, rajta egy díszes árva csalán levelész. Fecsketárnics lakmározó poszmével. Továbbá láthatunk még erdei nebáncsvirágot és mérgező békabogyót is. A szarvas borjút nem hagyják nyugodni a legyek. Születése után már hosszú órákra magára marad. Lapul a fűben, terepszínű fehér foltos bundája a fény árnyék játékát utánozza. Az erdő szegélyét kitöltő magas ajnövényzet hatékonyan elrejti, a fák védelmet biztosítanak a napsugarai elől. A legyekre, szúnyogokra nincs orvosság, míg a halál el nem választ, sőt, még utána sem. Idei bocs, szabadon kószálhat az erdőben. Ma nem jöttek fel a juhokkal, nincsenek juhászkutyák, amelyek felkergetnék a fára. Futna a juhász, hogy segítsen a kutyáknak, majd futna az anyamedve, hogy segítsen a bocsának, és végül jönnének a hírek, hogy megint medvetámadás volt. Sokat sejtető hangok járják át az erdőt, nulladik évében ez a bocs teljesen mentes az emberek iránti mindenféle előítélettől és negatív tapasztalattól. Habár elcsellengél, tartja a vizuális kapcsolatot anyjával, aki most éppen felém tart. Nehéz dönteni. A bocsot vagy a nagy medvét filmezzem. Ezek a fújások jelentik a medve vészjelzését.
Ezt általában menekülés vagy áltámadás követi. Ez utóbbi ijesztés, önvédelem gyanánt szolgál. Semmi esetre sem tévesztendő össze egy támadással. Tizenöt méter magasan a zaj forrására is rálelek. A nyusztok nem túl romantikus párzása zajlik épp. Forgalmas helyszín ez. Nincs időm, hogy a nyusztokról átállítsam az élességet a medvére. Arra nem is gondolok, hogy az állvány mindhárom lábát stabilan elhelyezzem. Úgy tűnik, eltökélt szándéka a mánásba jutni. Én meg az útjában vagyok. Az élesség és a képkivágás hagy maga után kívánni valót. Mivel nem lesből, jól előkészített terepen dolgozok, ezek miatt számos képminőségi feltételnek nem tudok eleget tenni. De nem is ez a cél. A fontos, hitelesen és valósághűen mutassam be a természetet a testi épségem esetleges megőrzése mellett. Néhány gombát is tudok mutatni. Fogyasztásra alkalmasat, a nagy őzláb gomba nyári vargánya, és olyant, ami étkezésre nem ajánlott vagy használhatatlan. A sört és dücskő gomba és a püspök süveg gomba. Az itt élő emberek számára a fával való kapcsolat hozzátartozik a mindennapokhoz, de a 21. század embere igényei kielégítésére nem alapozhat csak az erdőből származó jövedelemre, ezért fontos, hogy milyen mértékben van kimerítve ez a megújuló erőforrás. Képes lesz-e újra termelni önmagát a természet? Ezek a székelyföldi erdők nagy kérdései. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a talaj minőségét és tápanyaga mennyiségét is meghatározza a növénytakaró, és ez befolyásolja az ott élő állatok lehetőségeit. Például a borz rejtett éjszakai életvitele folyamán a talajból és ennek felszínéről szerzi be táplálékát. A területhez mérten több kisméretű vágtér az ideális ahhoz, hogy a vadak számára több egymástól kellő távolságban lévő táplálkozóhely kialakulhasson. A sűrű erdő a pihenéshez, elléshez, valamint a biztonságos párzáshoz nélkülözhetetlen. Barkás bikák. Jól megférnek egymás mellett nyári időszakban. Ilyenkor sérülékenyebbek. Ezért csapatokba verődve húzódnak meg az erdők legcsendesebb részein. A gancsukat még szőrrel borított bőr fedi. Ezért nevezik barkásnak. Aki az évnek ebben az időszakában is látni szeretné, annak a lehető legteljesebben kell megismernie az állatokat és önmagát, ami hosszú távú megfigyelést jelent évszaktól függetlenül. Ennek a folyamatnak a végén a vad megörökítése már csak olyan bizonyítéknak fog számítani a munka elvégzésére. A folyamat lényege az ember és természet közti viszony elmélyítése, valamint a személyiség fejlesztése. Folyamatosan hallatszik a fekete rigó, cinege, erdei pink és szajkó riasztása. Ez nem csak a fajtásokat figyelmezteti, hanem az összes olyan fajt, amelyekre veszélyt jelenthet a jegénye fenyőről figyelő uráli bagoly. A ragadozóval való csipkelődés csak az esti szürkületnek köszönhetően marad el. A sötétség előhírnökeként újabb medve érkezik. A málnát kiegészítendő, keres magának rover eredetű, fehérjében gazdag táplálék kiegészítőt. A barna medve nem territoriális faj, ezért ott gyűlnek össze, ahol bő az élelemforrás. Mint például ez a valamikori vágtér, ahol mostanra már málnás szedres alapú tápláléklánc alakult ki. Majd csak akkor állnak odébb, amikor lejár az itt található gyümölcsök ideje.
A megfigyelt állatok sokat tartózkodnak a málnásban. Ebből kifolyólag mezőgazdasági kártételük jelentősen csökken, mert nem sok idejük marad a mezőre. Miközben a holdat fényképezem, itt ülök a földön, az erdő és a vágott között, teljesen kiszolgáltatva a vadon törvényeinek. Az éjszaka hatására a vadakkal való találkozás más hangulatban történik, mint nappal. Ez az ő világuk. Ilyenkor sokkal bátrabbak és engedékenyebbek, ezért ha feltételekkel is, de valamennyire elfogadják a jelenlétem. Az újulatot körülölelő erdőrészen a fény eléri a talajt, ez a dúzsaj növényzet fejlődésének kedvez, amiben aztán szívesen turkálnak a vaddisznók. A borz éhesen és türelmetlenül kivárja a biztonságot nyújtó sötétséget. Veszélyérzete visszatartja, mert az óvatosság, mint ösztön, legalább olyan meghatározó az életében, mint a táplálkozás fizikai késztetése. A bemutatottak alapján nem mindig káros az emberi beavatkozás. Mert így is kialakulhat az a természetes társulás, amely biztosítani tudja mindazon feltételeket, amelyek az egészséges faji változatosság kifejlődéséhez és fenntartásához szükségesek. Mindenki megtalálja a helyét a természetben, mi is meg tudnánk találni a helyes viszonyulást az erdőhöz. Amennyiben az emberi beavatkozás mértékkel történik, megőrizhető az erdők természetközeli állapota, és a folyamatos borítottság. A gondos utómunkálatok pedig elősegítik a fajok gyors visszatelepedését. A kitermelt nyersanyag hatékony és átgondolt feldolgozása nagyobb gazdasági értéket képvisel, illetve a helyi lakosoknak megélhetést biztosít. Levehetnénk a vállunkról egy terhet, hiszen a természet és ember kapcsolata egy jó irányba venné útjait.